Jó estét kívánok mindenkinek! Engem Ádám Zoltánnak hívnak. Én ennek az egyetemnek voltam a docense október 24-ig. És hát egy ilyen fura helyzetben vagyok itt. Ugye, ha jól értem, akkor jelentős részben én vagyok ennek a mai konferenciának az apropója, pontosabban az, ami velem történt. Úgyhogy én először is azzal kell, hogy kezdjem, hogy mindenkinek nagyon köszönöm, hogy ezzel az üggyel foglalkozik. Nyilván nem feltétlenül az én két szép szememért, hogy úgy mondjam, hanem azért, mert azt gondolom, hogy ennek valószínűleg van valami rajtam, az én sorsomon túl mutató tétje is, bár természetesen nem szeretném a saját jelentőségemet túlhangsúlyozni. Mindenkinek nagyon köszönöm, hogy ezzel az üggyel foglalkozik. A kollégáimnak, volt kollégáimnak, volt hallgatóimnak, hallgatóknak általában is. Annak különösen nagyon örülök, hogy a FACT, az a szakkollégium, ami ennek a mai eseménynek a rendezésébe beleállt, annyit talán elmondhatok, hogy a FACT az a szakkollégium, ahol én először szakkollégiumi kurzust tartottam ezen az egyetemen. Úgyhogy nekem különösen fontos és kedves a FACT. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt vannak és ebben részt vesznek. Abban a kicsit fura, bizonyos értelemben szerencsés helyzetben vagyok, hogy én ugye nem vagyok jogász. Tehát, hogy ennek a konferenciának a témájához nem feltétlenül kell értenem. És hát ez persze egy nehéz, meg egy könnyű helyzet is. Bizonyos értelemben azt mondok, amit akarok, de azért nehéz is, mert azért mégis az ember megpróbál nem nagyon nagy butaságokat beszélni egy közönség, főleg egy tudományos közönség előtt. És hát persze gondolkoztam azon, hogy mit mondhatok. Nyilván mondhatnék egy sztorit, nagyon röviden fogok mondani egy sztorit arról, hogy én hogyan látom a történteket, de nyilván nem szeretném túlságosan sokáig feltartani önöket, ezt több helyen már elmondtam a sajtóban, úgyhogy nem hiszem, hogy sokat kellene a részletekkel foglalkoznom. Inkább arról szeretnék mondani egy pár szót, hogy szerintem mi az a kontextus, a történtek fényében mi az a kontextus, ami számomra a legizgalmasabbnak tűnik az akadémiai autonómia kérdését illetően az adott helyzetben, és hogy mik azok a kérdések, amik bennem megfogalmazódnak ezzel kapcsolatban. Válaszokat nem olyan nagyon tudok rájuk adni, de azért egy pár kérdést felvetek. Tehát azzal kezdeném, hogy ugye én egy ilyen átalakuló egyetemnek voltam a munkatársa, tehát én itt voltam már 2019-ben is, amikor elkezdődött ez a folyamat, és hát ilyen vegyes érzelmeink voltak szerintem ezzel kapcsolatban. Nagyon sokan voltunk optimisták, én olyan mérsékelten voltam optimista azzal kapcsolatban, hogy hová is fog kifutni ez az átalakulás, de megfogalmazott a kezdettől fogva olyan kérdések, hogy mi is történik majd a mi akadémiai autonómiánkkal. Ugye ez egy állami egyetem volt, aminek többé-kevésbé törvényileg szabályozva volt a helyzete a fenntartóhoz képest, és az ember körülbelül tudta, hogy mit lehet és mit nem. És azt gondolom, hogy ez egy civilizáltan működő állami egyetem volt, mielőtt megtörtént az átalakulás. Tehát mondjuk ugye nem feltétlenül volt a barátom a rektor, vagy az ideológiai eszmetársam, ugye Lánci András volt a rektor, de az soha fel nem merült bennem, hogy mondjuk az én politikai véleményem, vagy társadalmi értékítéletem miatt az én egzisztenciámat valamilyen veszély fenyegetni ezen az egyetemen. Azt kell mondanom, hogy az átalakulás után fokozatosan szerintem megnőttek az ezzel kapcsolatos aggodalmaink. És szerintem ez egy fontos kérdés az akadémiai autonómia kontextusában, hol is húzódnak a határok, mit várhat el és mit nem várhat el egy fenntartó az egyetemén dolgozó munkatársaktól, akadémiai és nem akadémiai munkatársaktól. És arra a körülményre szeretném felhívni a figyelmet ezzel kapcsolatban, hogy szerintem a magyar jogi szabályozás az nem teljesen egyértelmű. Ugye, hogyha a munkatörvénykönyvét nézzük, akkor tőlem, mint alkalmazottól elvárható az, hogy a fenntartómnak, illetve a munkáltatómnak, aki viszont valószínűleg majd figyelembe akarja venni az ő fenntartójának az érdekeit, tehát a munkáltatóm érdekeivel hát összhangban cselekedjek többé-kevésbé, azokat ne veszélyeztessem, ne csinálják olyasmit, amire a munkáltató azt mondja, hogy ez ellentétes az ő érdekeivel. Na most közben én egy akadémiai intézményben vagyok alkalmazott, és az én munkámnak része az, hogy én önálló véleménnyel rendelkezek különböző társadalmi kérdésekről, és az is része a munkámnak, hogy ezeket nyilvánosan is megfogalmazom.
Most az én első jelentős konfliktusom az egyetemmel, jogilag is értelmezhető konfliktusom, az 2022-ben volt, amikor az egyetemnek az úgynevezett elnöki testülete, tehát a három legfontosabb egyetemi vezető, akinek a munkáltatója egyébként nem is maga az egyetem, hanem a fenntartó alapítvány kuratórium, ez egy fontos, fontos körülmény szerintem, elfogadott egy új kommunikációs rendelkezést. És én bepereltem ezt a kommunikációs rendelkezést. Azért pereltem be a kommunikációs rendelkezést, egyébként a Magyar Helsinki Bizottságnak a segítségével, mert azt gondoltam, hogy ez alássa azt a jogomat, hogy én szabadon megfogalmazhassam a saját álláspontomat különböző kérdésekben, mondjuk társadalmi vagy társadalompolitikai kérdésekben. És azt gondolom, hogy nekem ebben igazam volt. Nyilván nem mindenki kell, hogy ebben velem egyetértsen. Minden esetre az történt, hogy a 2022 márciusában elfogadott kommunikációs rendelkezést az egyetem, azért, és amit én áprilisban bepereltem, azt az év júliusában lecserélte egy sokkal jobb minőségű rendelkezésre az egyetem, és ennek a rendelkezésnek azt hiszem a hatodik paragrafusa az, ami a nyilatkozattétel rendjéről rendelkezik, és ott egy nagyon fontos változás történt, lehet, hogy ezt a Barbara jobban tudja, mint én, aki ott ül hátul, az egyetemnek a vezető jogásza. Az a változás történt, hogy míg a régi rendelkezésben az szerepelt, hogy az egyetem működését érintő kérdésben csak az elnöki testület három tagja, illetve a kommunikációs vezető nyilatkozhat, addig az új rendelkezésben az szerepel, a 16 első bekezdésében, tehát a 16. szakasz első bekezdésben, hogy az egyetem működését érintő kérdésben az egyetem nevében csak ez a három vezető nyilatkozhat és a kommunikációs vezető. Ami egy nagyon nagy különbség, ugye amikor elkezdődnek az etikai eljárások, amikről most nem fogok részletesen beszélni, de ugye mindenki tudja, hogy a következő etapban, 2023-ban én etikai eljárásokat kezdeményeztem az egyetemen, akkor van egy pont, amikor figyelmeztet engem az egyetem kommunikációs vezetője arra, hogy az etikai ügyek azok az egyetem működését érintik, és én ezért nem nyilatkozhatok róluk. Mert ezekről csak az egyetem legfelső vezető, illetve ő maga nyilatkozhat a kommunikációs rendelkezésünk értelmében. Amire én azt mondom neki, hogy figyelj Kata, Apáti Tóth Kata, kommunikációs vezetőről van szó, figyelj, szerintem ez nem így van, mert az új, mármint hogy 2022. júliusi kommunikációs rendelkezés értelmében az egyetem nevében csak ez a kör nyilatkozhat, de én a saját nevemben azt mondok, amit jónak látok. Ezt az álláspontomat azóta sem cáfolta az egyetem. Igaz, hogy kaptam egy kommunikációs vezetői figyelmeztetést 2023 májusában vagy júniusában, de erre megint ugyanazt mondtam, hogy szerintem ez megalapozatlan ez a figyelmeztetés, mert az érvényben lévő kommunikációs rendelkezés szerint én a saját nevemben nyilatkozhatok. Ugyanakkor azt el kell ismernem, hogy a munkatörvénykönyve ennek némiképp ellent mond, tehát hogyha az én munkáltatom azt mondja, hogy nem nyilatkozhatok, akkor a munkatörvénykönyve alapján az én jogértelmezésem szerint az én nyilatkozattételi jogom az korlátozható volna, de mivel ez egy akadémiai intézmény, ráadásul a kommunikációs rendelkezést azt tavaly bepereltem, és egy jobbra cserélte az egyetem, az én értelmezésem szerint most már nyilatkozhattam egész addig, amíg ki nem rúgtak. De hogy ez pontosan hogy van, azt nem egészen tudom, és ezt kérdezem a jogászoktól, hogy mi is a helyzet ezzel kapcsolatban. Azt szeretném még elmondani, hogy és itt, ezen a ponton áttérnék az etikai ügyekre, és igyekszem nagyon rövid lenni mostantól, hogy ugye az ügy következő szakaszában én etikai ügyeket indítottam. A kettő teljesen független egymástól. Azt szeretném itt is elmondani, hogy ez tök véletlen volt, hogy az én hallgatóm volt az, aki, mint az tudható, egy nagyon gazdag családból érkezett, és valamilyen oknál fogva ő meg a szülei, pontosabban az édesanyja azt gondolták, hogy az nem elfogadható, hogy ne tehessen egy vizsgát. És e körül kialakult egy vita, amiben mást gondolt az egyetemvezetés, mint mi oktatók. Az egyetemvezetés úgy gondolta, hogy az a helyes, hogyha a hallgató vizsgáztat, és maga az egyetemvezetés, annak a tagja, az egyik tagja, az egyik dékán ezen az egyetemen, legfelső egyetemvezetői, akadémiai vezetői hát jóváhagyással, mondjuk úgy, de legalábbis a rektornak az ügyről való ismerete mellett, tehát én magam hívtam fel a rektort az előző nap, és mondtam neki, hogy ez így szerintem nem lesz jó, tehát ő tudott erről, levizsgáztatja a hallgatót. Na most
Ez annyiban azt gondolom nem egy klasszikus akadémiai autonómia kérdés, hogy itt nem az történik, hogy az én mondjuk politikai nézeteim vagy véleményem kerül az ügynek a középpontjában. Noha az egyetem egyébként megpróbál furcsa módon az utóbbi időben olyan kommunikációs üzeneteket küldeni, mint hogyha én valamiféle politikai jogból nem akartam volna, hogy ez a hallgató vizsgázzon, ez teljesen megalapozatlan is. Szerintem ezt semmi nem támasztja alá, ezt ezen a ponton is visszautasítom. De ugye az igaz, hogy gazdasági érdekek itt felmerülnek, ugye az egy sajátos helyzet, hogy a hallgató egy olyan családból jön, akinek legalábbis abban az időszakban, amikor ez zajlik, a sajtóból rendelkezésre álló információk szerint jelentős MOL részesedése van. Ugye Hernádi Zsolt úr, a MOL vezető és az egyetem kuratóriumának a vezetője maga mondta azt a ATV egyenes beszédben, hogy ő ismeri személyesen a hallgató szüleit egyébként. Tehát az felmerülhet, hogy itt van valamiféle ilyen gazdasági megfontolás. És ebben az értelemben azt gondolom, hogy az is az ügynek az egyik fontos kérdése az oda mutat, hogy az a fajta modell, az a fajta alapítványi fenntartási modell, amit kialakítanak Magyarországon, az hogyan szabályozható úgy, hogy az akadémiai autonómia az még véletlenül se kerüljön veszélybe ideális esetben. Szerintem itt is vannak kérdések. Tehát hogyan kell úgy szabályozni az egyetemnek és a kuratóriumnak, vagy a fenntartó alapítványnak a viszonyát, hogy a kuratórium biztosan ne tudjon beleszólni abba, hogy az egyetem mondjuk egy ilyen vizsgáztatási ügyben hogyan jár el. Nyilván az hogy ez a szabályozás ez milyen minőségű, és ez mennyire megnyugtató, azt szerintem befolyásolhatja azt a kérdést, hogy mondjuk az ELTE-n és a műegyetemen mit gondolnak az ottani kollégák az átalakulásról. Én a saját jelenlegi ismereteim, tapasztalataim szerint nem ajánlanám nekik, hogy ebbe összátukból belevágjanak, de persze nem zárom azt ki, hogy egyszer egy ennél sokkal jobb minőségű és sokkal megnyugtatóbb szabályozás legyen érvényben Magyarországon az alapítványi egyetemekkel kapcsolatban. Ma szerintem ez még nincs így, és kérdés az, hogy hogyan lehet mindezen javítani. És egy utolsó kérdést vetnék még föl, mert hogy a magam saját szerény jogi ismeretei alapján valójában én az egész vizsgaügyet azt egy ilyen primér jogi, közjogi, nem bocsánat, a közjogét visszavonom, de hogy nyilvános jogi processzussá is alakíthattam volna. Ugye létezik egy olyan BTK tényállás, hogy közfeladati helyzettel való visszaélés. Ez a 306. szakasz a BTK-nak. És mint a jogász ismerőseim, barátaim felvilágosítottak, valójában én tehetnék egy feljelentést egyszerűen a bíróságon az egyetemi vezetőimmel szemben, akikről azt gondolom, hogy megvalósították ezt a közfeladati helyzettel való visszaélés tényállást. Ezt is kérdezném a jogászoktól, hogy erről mit gondolnak, és ennek szerintük mi a viszonya az akadémiai autonómia kérdéséhez. Mindenkinek nagyon jó tanácskozást kívánok, még egyszer nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, hogy itt vannak, a szervezőknek külön, hogy ezt megszervezték, Eszternek különösen, és Gergőnek is, és kíváncsian várom az előadásokat. Köszönöm szépen!